A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit július 12-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Sturz Tími a festőművésszel, a nevét viselő élmény festőműhely nyári táborairól. Majd ellátogatunk egy kötetbemutatóra, illetve a Harmonia Albensis nyitó koncertjére. Végül pedig az emlékparki nyár pákozdi rendezvényeibe tekintünk bele. Most átkövetkezzék Sturz Tími. Nos, kedves nézőink, ahogy ígértem önöknek, nyári festőtáborról fogunk beszélgetni, vendégem pedig Sturz Tíma. Örülök, hogy itt vagy velünk, szervusz. Köszöntelek. Nos, hát a festőműhely a Táncsics Mihály utcában mindig csodát tartogat nekünk, és azt hiszem, hogy esztendőről esztendőre ez a tábor nagyon fontos, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Ugye most megkezdődött július 11-én, és azt hiszem, hogy fontos, hogy beszéljünk arról egyik oldalról az indítatásról, a másik oldalról pedig miként lehet esztendőről esztendőre, ha nem is ugyanazt, hanem azt a korosztályt megszólítani, akiknek fontos a művészet. Honnét jött a gondolat? Kezdjük ezzel. Hát az indítatás az volt, hogy több igény volt arra, hogy a gyerekeket a nyári szünet idejére el szeretnék helyezni, olyan helyen szeretnék tudni, ahol alkotnak is, örömüket lelik ebben, sikerélményeket szereznek. És ez adta az ötletet arra, hogy nyáron gyerekeknek festőtábort szervezzünk. Itt sikerélmények megszerzésén kívül, tehát tényleg kreatívan, hasznosan töltik el az idejüket. Ez ilyen napközis tábor, úgy kell elképzelni, és 4 napon keresztül van, tehát reggel 9-től délig, illetve van délutáni tábor is, mert nagyon nagy az igény rá, és nagyon hamar beteltek a délelőtti turnusok, és nyitottunk délutáni turnust is. A korosztályokat úgy tudjuk megszólítani, hogy eljönnek első körben, tehát a szülők indítatásából, és utána évről évre visszajárnak, mert annyira szeretnek ott lenni, és kikapcsolódnak, és örömüket lelik benne, és nagyon jól tudunk velük együtt dolgozni. Tehát ugye 6-tól 10 évesig, 9-től 16 éves korig, igen. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó, mármint így, hogy korosztályonként külön választani. Mi az alapvetés a kicsiknél és a nagyocskáknál? Hát az alapvető szempont az, hogy mindig a korosztályon belül kell a témát is kiválasztani, tehát meg más az technikai megoldások is, eszközök, tehát vagyis hát az eszközök nem, hanem inkább az, hogy milyen témát választunk, illetve hogy azt hogy valósítsuk meg. A piciknél, hát a 6-tól 9-10 éves korosztálynál nagyon fontos az, hogy hogy tartják az ecsetet, tehát még azokat korrigálni kell, azért a mozdulataikat, kisebb kép készül, sok benne az állatos kép, mert azt szeretik, de a palettánk az elég színes, változatos, tehát próbálunk berakni tájképet, csendéletet, tehát hogy mindenféle színvilág legyen, illetve mindenféle technikai eszközt meg tudjunk mutatni. Ugye a kedves invitálásban, a honlapotokon úgy fogalmaztál, hogy legyen egy hely, akkor ki tudja bontakoztatni már, mint a gyermek a tehetségét, sikerélményeket szerez, és új technikákat sajátíthat el. Tehát a kibontakozás nagyon-nagyon fontos, és megerősítést is jelent egy töpörtyű számára is. Ezt hogy lehet elérni, hiszen ehhez én azt gondolom, hogy nem elég festőnek lenni, festőművésznek, mint te magad, illetve a Georgina testvéred és édesanyád, hiszen ez egy összeszokott remek trió, hanem nevelőnek is kell lenni. Tehát nagyon oda kell figyelni, hogy egy-egy kevésbé tehetséges gyerek, mert valljuk meg, nem mindenki tehetséges, aki ezt az utat választja, és jól érezze magát. Ez nagy felelősség. Igen, valahogy úgy alakult, hogy meg tudjuk szólítani a gyerekeket. Tehát érdekes, hogy ez így évek, tehát
napról napra így mindig változott, és azt vettük észre, hogy annyira bizalmukba fogadtak, és valahogy van érzékünk hozzá, valahogy meg tudtuk találni az utat így az alkotáson keresztül is, vagy így a csapatunkkal, a személyiségünkkel keresztül a gyerekekhez, hogy tényleg szívesen jönnek hozzánk, és boldogok, jól lehet velük együtt dolgozni, csendben vannak, alkotnak, tényleg ez akkora öröm a csapatunk számára azt látni, hogy a gyerekek energiája hogyan alakul át egy kreatív alkotássá. Tehát, hogy leülnek, és tényleg akkor csak az alkotással foglalkoznak. Fontos a témaválasztás, miként tudtok segíteni, hiszen azért a korosztály változásával a téma is változik nyilván. Így van, a nagyobbaknak azért komolyabb témát választunk, tehát ott jobban kidolgozott témákat, ott már előtérbe kerül az, hogy ilyen perspektívikus elemeket is beleteszünk, tehát azért, hogy a térhatást érzékeltessük, de nem elég a térhatást érzékeltetni, tehát van levegő perspektíva is, tehát hogy háttérben elmosódott színek vannak, kékesebb, lilásabb színek, az előtérbe kerülnek az élénkebb színek, tehát ezt mind átbeszéljük az alkotás előtt, de leginkább ezt a gyakorlatba tudják hasznosítani és beépíteni. Tehát nyilvánvaló, hogy ez lépésről lépésre történik, igen, tehát ez egy alkotói folyamat. Igen. Mi történik a festményekkel? Hiszen napról napra új témát választanak. És fejlődnek ezáltal. És fejlődnek. Hát egyre az első nap mindig egy könnyedebb téma kerül kiválasztásra, hogy tényleg ráhangolódjanak, és utána már azért belevezetjük őket ilyen nehezebb, tehát magasabb nehézségi fokú képek festésébe is, és a végeredmény azért mindig vállalható lesz, és nagyon boldogan mutatják meg a szülőknek is, amit szívesen kiakasztanak a falra, mert mi is mellett közben segítünk nekik. Tehát ha bármi van, akkor nyugodtan fordulhatnak hozzánk, úgymond vezetjük a kezüket, tehát hogy nem hagyjuk magukra, tanácsokat adunk, figyeljük őket, de kibontakoztathatják a saját egyéniségüket, tehát nem szabunk határt, tehát a színvilágot is ők választhatják meg. Ez fontos mindenképpen. Igen. És az is fontos, hogy ugye, ahogy a bevezetőben már itt én elmondtam, hogy itt nem csak festőművészetről, festésről van szó, hanem kézművességről. A kézművesség az pedig egy újabb szegmense az alkotásnak, ami szintén nagy kihívást tartogat egy gyermek számára. Igen. Hát ezáltal, mivel a gyerekek kreativitását tudjuk fejleszteni, tehát a kreativitás fejleszthető, és ez nagyon jó, mert ezáltal a gyerekfejlődéshez is hozzá lehet járulni, és az élet többi területén is a probléma megoldó képességük is fejlődik, ezáltal az iskolában, a munkahelyen is sokkal jobban helyt fognak tudni állni, sokkal sikeresebbek lesznek, és jobban meg tudják valósítani önmagukat. Tehát tulajdonképpen ez a teljes alkotói folyamatot elsajátíthatják. Milyen visszajelzések vannak, hiszen ez nem az első értelemszerűen? Hát nagyon pozitív visszajelzések vannak. Így olyan szülők is elhozzák a gyerkőcüket, akik nem szeretnek mondjuk rajzolni, tehát a gyerekük látják, hogy valamilyen rossz tapasztalatot szereztek, nem szeretik a rajzórát, és próbálják egy kicsit siker, vagy hogy kicsit sikerélménnyel, vagy hogy örömüket lejjék ebbe az alkotásba és az alkotói folyamatban, mert ez tényleg az életük többi területén is építő jelleggel bír, és elhozzák, és olyan jó érzés azt látni, hogy a gyerekek is rácsodálkoznak, hogy tényleg tudok festeni. Tehát, hogy elindítjuk őket is egy úton, és nagyon sok tehetséges gyermek van, tehát festeni egyébként mindenki szeret meg rajzolni, csak valaki elnyomja, tehát nem engedi előtérbe kerülni, vagy felszínre törni, vagy rossz tapasztalatok vannak, tehát próbáljuk ezt így átlendíteni, és az is nagyon nagy öröm, hogy egyre több fiú is jár hozzánk. Tehát valahogy őket is be tudjuk vonni. Tehát tulajdonképpen a festészet, illetve a kézművesség tanítása egy pedagógiai eszköz. Igen. Méghozzá egy fontos pedagógiai eszköz. Nos, tehát most már megy a turnus, még mennyi lesz belőle? Hát augusztusig? Augusztus közepéig, végéig 6 turnusunk van összesen, 2 turnus ment le a június hónapban, és akkor még lesz a július hónapban 2 turnus és augusztusban
két turnus. No, hát én bíztatom a szülőket és a gyermekeket is, hogy fogadják el a szíves invitálást, mert megéri. De még egy kicsit beszéljünk róla, hiszen mi magunk is beszámoltunk a megnyitóról Lerner alpolgármester úrral együtt, hogy megújult, megszépült, eddig is gyönyörűséges volt a Táncsics utcában ez a festészeti műhely, de azt hiszem, hogy most ez egy újabb lépcső volt. Tudatos, hogy folyamatosan a külcsín és a belbecs együtt fejlődik? Igen, ez egy folyamatos fejlődés, tehát mindig szeretnénk újakat mutatni az embereknek, megújulni, és ezt a kézműves tevékenységekkel kapcsolatban szeretnénk bővíteni, mert az az, ami ugye az embereket érdekli, inkább most már az élmények, amik vonzóbbak, ahogy alkossanak, építsenek, újítsanak. Tehát, hogy ezt helyezzük előtérbe, és emellett a nagyon fontos egy igényes környezet, ahol tényleg csak a kikapcsolódásra tudnak koncentrálni, és csak az alkotás kerül előtérbe. Igen, hát tapasztaltam, hogy kicsik, nagyok, fiatalok, igen, kevésbé fiatalok is lubickolnak ebben a környezetben. Azt hiszem, hogy ez így teli találat. Nos, tehát én köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. A felhívás további, a kedves nézőink, Festeges Timivel. Tehát júliustól egészen augusztus végéig, én pedig azt ígérem önöknek, hogy természetesen mi is a történésekről beszámolunk. Most pedig folytatjuk a Paletta magazint. Megjelent a Változó állandóság, Drotlev Zoltán új kötete. A költő ezúttal, mint egy stílus tanulmányként, a különböző versformákat is megismerteti az olvasókkal. Kivételes érdeklődés kísérte a Vörös Marti Társaság találkozóját a Titkok házában. Egy olyan költő új kötetét mutatták be, P. Maklár Éva bensőséges hangulatú moderálásával, aki nagyon sokat tett a fehérvári líráért, mióta tollat ragadott, hogy megossza gondolatait az olvasókkal. Drotlev Zoltán Változó állandóság címmel a költészet örökérvényűségét erősítette meg. Nagyon érdekes tematikailag az ő költészete. A komoly témáktól a vidámig, jópofáig sok minden megtalálható benne, és műfajilag is rendkívül sokoldalú. Tehát ő nem csak klasszikus, ritmikus, ritmusos verseket ír, nagyon erős magyaros verseléssel, hanem ír haikukat, limerikeket, négysorosokat, és ezeken keresztül próbálja kifejezni a gondolatait. Ami nagyon érdekes, hogy ő nem fiatalon kezdte a versírást. Tulajdonképpen egy tragédia kellett ehhez 12 évvel ezelőtt, mikor meghalt a felesége, és ő valahogy meg akarta találni önmagát, és gépészmérnök létére elkezdett verseket írni. Azóta viszont hallatlanul termékeny, és ontja magából a gondolatokat, és remélem, hogy ezek a gondolatok megtalálják az itt jelenlévő közönséget is, és az olvasókat is, akik hozzájutnak az ő könyvéhez. Immáron 15. kötetében Drotlev Zoltán ezúttal nem csak a maga költői eszközrendszerének mélységeit tárja az olvasók elé, de mint egy külön stílus tanulmányként arra is szentelt időt, hogy a különböző versformákat is bemutassa. Egy tragédia indította el bennem a költészetet, mert a feleségem 2010-ben sajnos meghalt, eltávozott ebből a világból, és ha nem csinálok valamit, gondoltam magamban, akkor vagy a szívem robban szét, vagy valami betegséget kapok, vagy alkoholhoz nyúlok, vagy droghoz nyúlok, tehát az irodalom mentett meg engem. És rögtön elkezdtem 2 hét múlva írni, és szépen sorban születtek a könyvek, és aztán eljutottam a 15-ig. Ezt a 15. kötetet, ezt esti igény szerint írtam, ugyanis egy oktató kötetet kértek tőlem, amiben különböző versformák vannak, és ezeket megpróbáltam egy csokorba kötni, úgy, hogy a kötet első része általános verseket tartalmaz, és akkor Hajtútól Apeváig, Tankáig, Limerikig, négysorosokig, verskoszorúig, szonetkoszorúig megvan az oktató rész, és utána a végén meg egy általános versekkel fejezem be.
A szépszámú székesfehérvári költészetbarát nem csalódhatott, a változó állandóság nagyszerű olvasói élménnyel ajándékoz meg bennünket olyannyira, hogy a kötet címe akár Drotlev Zoltán arszpoetikája is lehetne. A Szent Imre templomban megkezdődött az Alba Régia Szimfonikus Zenekar templomi koncertsorozata. Az első előadáson az Ars Oratoria kamarakórust hallgattatták meg a kórusmuzsika barátai Pad Zoltán Lisztdíjas karnagy vezényletével. A 2019-ben alakult professzionális énekesekből álló Ars Oratoria kamarakórus új színt hozott a királyi város zenei életébe. Ezúttal az Aranybulla évfordulón a Harmonia Albensis, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar hagyományos templomi koncertsorozatának első előadásán ismét bizonyították kivételes kvalitásaikat. Az Ars Oratoria kamarakórus azt gondolom, hogy beváltotta azokat az elképzeléseket és a város részéről azokat az űröket bezűdötte, ahol a kóruszenéről szó van, ott az Ars Oratoria megjelent az elmúlt időszakban. Még úgy is, hogy a Covid időszak alatt nyilvánvalóan minket is egy picit hazakényszerített ez a járvány, de ettől függetlenül mondhatom, hogy gyönyörű koncertek vannak már a hátunk mögött. A Szent Imre templomban megrendezett Gaudet Civitas Regia, Örvendez királyi város című nyitókoncerten a Szent István alakját felidéző Gregorián tételtől a barokk romantikus és modern mesterek kórusművei mellett a kortárs magyar zeneszerzők darabjai is felcsendültek, a kórusmuzsika barátai történelmi korok repertoáriában mélyülhettek el az Ars Oratoria kamarakórus előadásában Pad Zoltán Lisztdíjas karnagy vezényletével. A műsor az tulajdonképpen az Aranybulla 800. évét ünnepli, és hát ennek kapcsán a magyar zenét. Mert hogy az elmúlt évszázadokban olyan kincsek vannak a magyar zene terén, amelyeket azt gondolom, hogy meg kell mutatnunk, és az elmúlt időszakban ezek nem voltak feltétlenül terítéken. Úgyhogy most egy olyan műsort választottam össze, ahol egy Gregorián dallamtól kezdve az 1600-as években írt Magnificaton keresztül megmutatjuk Liszt és Kodályon keresztül egészen a máig élő szerzőkig, hogy milyen kincsek szunnyadnak itt körülöttünk. A repertoáron a zenetörténeti kuriózumok is helyet kaptak. Sopron leghíresebb zeneszerzője, Andreas Rauch egyedi kórusgyűjteményének darabjai mellett a felvidéki Bártfa neves organistája, Zacharias Zarevicius, két kórusra írt reprezentatív Magnificat című műve demonstrálta a barokk magyarországi gyakorlatát, míg Kodály Zoltán az Ének Szent István királyhoz és a Napémek című műve egyaránt Székesfehérvárhoz kapcsolódik, előbbi Csitári Emil polgármester felkérésére a Szent István emlékév ünnepségeire készült 1938-ban. Két motettát tűztünk most műsorra, az egyik a Napének, a régi nevén Naphimnusz, és amely egy fehérvári kórus számára íródott, és a másik pedig az Ének Szent István királyhoz, amely nyilvánvalóan kapcsolódik a koronázó városhoz. Hasonló tematikát követ majd a Harmonia Albensis második hangversenye is. Július 14-én a székesfehérvári származású Tóka Ágoston orgonaművész előadásában a 17. század magyar tánczenéjétől Liszt és Dohnányi Ernő kevéssé ismert darabjain át egészen Kolos István nagyszabású Szent István fantáziájáig ível majd a műsor az evangélikus templomban. Festménykiállítással és nótaesttel folytatódott az Emlékparki nyár programsorozata.
Pákozdon az Ősi Kovács alkotóműhely tagjai mutatkoztak be, a közönségnek majd Kapi Gábor, a nótás kapitány dalait hallgathatták meg. Folytatódott Pákozdon az Emlékparki nyár programsorozata. A Kemben egy kivételes festőcsapat mutatta be alkotásait. Az Ősi Kovács Alkotóműhely Egyesület tagjai ősiből érkeztek. Az Egyesület Kovács Imre festőművész vezetésével jött létre, amelynek célja a festés tudásának átadása volt azok számára, akik érdeklődnek a festőművészet iránt, és ezt az önkifejezési formát szeretnék elsajátítani. Ennek az eredményeit a Pákozdi tárlaton is megtekinthették az érdeklődők. Immár 10. éve rendezzük meg az Emlékparki nyár 6 történelmi honvédelmi alapú kulturális programsorozatot. Szerencsére a Covid időszakában is sikerült elsődlegesen szabadtéri rendezvényekkel, de fenntartani az érdeklődést a Katonai Emlékpark és a Katona kultúra iránt. Az Emlékparki nyár programsorozat fő célja az, hogy a haza védelmét, a honvédelmet, a kultúra, a művészet eszközeivel is támogassuk. Katonaművészek vagy civil előadó művészek honvédelmi témájú előadásai, zenei programok, képzőművészeti kiállítások mind-mind azt a szép földrajzi csodát, hazánkat mutatják be, amelyet meg kell védenünk. Bemutatják a katonákat, azokat a személyeket, akik ezért elsősorban a legtöbbet teszik, és ez köré épül az a, ebben az évben, a nyári időszakban minden pénteken jelentkező programsorozatunk, mellyel a közönségnek szeretnénk átadni a katonakultúra iránti szeretetet, és szeretnénk azt hitelesen, élményszerűen, sokszínűen bemutatni. Megérkeztünk ehhez az Ősi Kovács Alkotóműhely tárlathoz. Nagyon-nagyon fontos számukra, és azt gondolom, hogy mindazoknak, akik szeretik a természetet. Valóban. Ősi Kovács Imre bácsi megalapította az Ősi Kovács Alkotó műhelyt, ötöd magával, és az volt a célja, hogy a képzőművészet eszközével mutassa be a térség szépségeit. Későbbiek folyamán lesz kibővült, és szép létszámú alkotóközösséget gyűjtött maga köré. Ebben az Ősi Kovács Alkotó műhelyben csodák történnek. Csodák történnek azért, mert a képzőművészek egymást segítik, egymástól tanulnak, egymás ismereteit gazdagítják, és Imre bácsi vezetésével, aki sajnos már nem tud itt lenni, de a magyar kultúra lovagja, az ő vezetésével, szakmai irányításával az alkotók bemutatják azt a szépséget, amit mi magyarok úgy érezzük, hogy meg kell védeni. Megjelennek a bakony erdei, megjelennek különböző épületek, megjelenik mindaz, ami a szívünket melengeti, a szemünket gyönyörgötteti. Erdélyi Tibor az Egyesület elnöke és kiállító társai sokat köszönhetnek Kovács Imrének, az Aranyecset díjas alapítónak, aki megadta a szakmai alapokat és az alkotói indíttatást is az Egyesület tagjainak. Az Ősi Kovács Alkotóműhelyt Kovács Imre festőművész alapította 15 évvel ezelőtt. Őróla el kell mondjam azt, hogy sajnos agyvérzés következtében a jobb fele teljesen lebénult. Ő ezt követően erős akarattal, de megtanult bal kézzel festeni. És a hétköznapjait a bal kezével tulajdonképpen irányítja, és úgy irányítja, hogy maga mellé gyűjtött művészeket. Létrehozta ezt az alkotóműhelyt, és hát a nevével fémjelezte, de mivel ősi születi, illetve ősi lakos, mert Fegyverneken született Imre bácsi 1944-ben, és mivel ősiben él, Ősi Kovács Alkotóműhely lett az Egyesület neve, illetve az Alkotóműhelynek a neve, ami 2 évvel ezelőtt egyesületté alakult. Tehát híve van ennek a történetnek, és ez nagyon-nagyon fontos, hiszen az indítatás nem különben. A mostani alkotók milyen alkotásokkal jelentkeztek itt? Saját festményeik, többüknek több kiállítása volt már Magyarországon is, de külföldön is. Említhetném, nemrég volt ősiben egy kiállítás Mester és Tanítványa címmel, ott nyilván Imre bácsi és tanítványa Brillo Erzsike állították ki a festményeiket, csodálatos festmények. Most már Erzsike is tanítja a festést és a festőművészetet. Gyerekeknek, de felnőtteket is szívesen lát a festőműhelyében, és adja tovább azt, amit ő Imre bácsitól tanult.
Mennyire tudatos az a motivumrendszer, amit ezen a kiállításon is megcsodálhatunk? Teljesen, de a szabad elvűség az jellemző mindenkire, mindegyik festőművészünk egy egyéniség. Ez a képeikben is látszik. Különböző generációban jelen, vannak fiatalok és vannak idősebbek is a kiállítók között. 6 hozták el erre a kiállításra, ide erre a csodálatos emlékparkba a kiállításra szánt képeiket. A tárlat a katonai emlékpark nyitvatartási idejében tekinthető meg. Az emlékparki nyár keretében Pákos vendége volt egy régi ismerős is. A nóta és katonadalok kedvelői Kapi Gáborral, a népszerű nótás kapitánnyal találkozhattak egy előadói est keretében. Úgy gondoltuk néhány évvel ezelőtt, hogy a új zenei stílushoz, a katonanótákhoz is bátran hozzá kell nyúlni, és ebben nagy segítségünkre volt Kapi Gábor, a nótás kapitány, aki ezen a helyszínen, úgy gondolom, hogy egy méltó helyszínen, méltó körülmények között katonanótákkal segíti a haza iránti érzéseket, a honvédelem iránti érdeklődést magas szinten fenntartani, és hiszem, hogy emellett egy csodás szórakoztató estet produkál nekünk. A debreceni születésű Kapi Gábor 1976-ban lépett katonai pályára, nyugdíjazását követően adódott lehetősége a nóta éneklésre. Több albuma is megjelent már, 2019-ben pedig Dankó Pista életműdíjjal ismerték el kvalitásait. Rendszeres szereplője a Katonai Emlékpark Pákhoz nemzeti emlékhelyen rendezett programoknak. Amikor eljöttem nyugdíjba, akkor a Szentendén lementem a Kossuth Lajos nyugdíjas klubba, behívtak oda idős emberek, bácsik, nénik, és ott találkoztam egy Hazadi Zsuzsa nevű előadó művész nővel, aki meghallotta, hogy ott énekelgetünk, és kérdezte, hogy nem akarok-e ezzel komolyabban foglalkozni. És akkor indítottak Kispesten a Kispesti Magyar Hangot a klubba egy millenniumi énekversenyt, és arra beneveztem, onnan elkezdtem tanárhoz járni, képezni magam, és akkor közben pedig kialakult az, hogy legyen ez a dolog, mivel katona voltam 20 évig, akkor legyen a katonanóta egyik fő csapás iránya, és utána engedélyt kértem az egyenruhaviselésre, és így kialakult, és így jött ki a végén az, hogy nótás kapitány is lettem. Ennek nagyon is örülünk, de azt gondolom, hogy amikor a repertoárt összeállítja, akkor rendkívül nehéz dolga van, hiszen meg annyi katonadal. Mi az alapvetése, mi az indítatása a repertoár összeállításának? Igen, valóban nagyon sok és nagyon sok témájú katonadal van. Hát úgy igyekszem összeállítani, hogy attól, hogy hova megy az ember, milyen apropója. Például egy március 15-én nyilván 48-as dalok köré próbálom csoportosítani, vagy egy világháborús esemény van, akkor az első világháború, második világháború nótáit igyekszem összeszedni, és ezek köré csoportosítom a többieket. Persze nem lehet csak mindegyik ezzel kapcsolatos, már akkor unalmassá is válna, meg akkor túl szomorú, nem is unalmas, inkább szomorúvá válna, hogy egy háborús nótát az ember elkezdene végig csak azt énekelni, akkor előbb-utóbb közönség sírva fakad, és ott hagyna. Tehát muszáj belekeverni természetesen vidámabbakat, úgynevezett bakanótákat, bevonuló nótákat, leszerelő nótákat, és ez így áll össze általában egy ilyen csokor, amit általában énekelek. Pákozdi Katonai Emlékpark egy kultikus hely. Mit hozott ma nekünk? Hát ma úgy beszéltük meg, hogy lesz egy első része a műsoromnak magyar nóta lesz, tehát az nem katonanóta. A második műsorban pedig hát hoztam repülős nótát, hoztam háborús nótát, és hoztam sima bakanótát is. Tehát összekevertem, nyilván itt nincs most olyan jellegű esemény, amihez lehetne konkrétan csoportosítani, és ez a csodálatos park, ez ugye felöleli az egészet, és azt hiszem, hogy itt mindegyik belefér, mindegyik úgymond műfaj, nem is műfaj, hanem mindegyik hangulatú magyar katonanóta, és így próbáltam, igyekeztem úgy összeállítani, hogy ebből is egy kicsit, meg abból is egy kicsit. A felhangzó dalok megerősítették a katonazene és a nóta örök érzelmeket kínál, elűzi a bánatot és igazságot tesz a rohanó világban. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.